Sziasztok, Star Wars rajongók! Üdvözlök mindenkit az Akadémián! Beszéljünk ma az utolsó Jedik egyik teremtményéről, a Tala Sirénről. Szerintem nem csak az enyémen, hanem sok más rajongó arcán kiült egyfajta nosztalgikus mosoly annál a jelenetnél, amikor feltűntek ezek a lények. Viszont most jelezném, hogy aki még nem látta a filmet, az szembe kerülhet a videó alatt néhány spoilerrel, bár az eseményekből ezek nem sok információval szolgálnak. A Tala Sirének nagy testű, úszólábú vízi emlősök voltak. Az Actu főként vizes, szigetekkel tarkított világában őshonosak, és mi is ott találkozhattuk velük elsőként. Megjelenésük elég karakterisztikus. A tőgyeik, a hosszú, úszóvá módosult karok és lábak, valamint a méreteit tekintve szintén hosszúkás nyak és orr. Mondhatni, hogy ezek a jegyek igencsak eredetivé tették ezt a teremtményt. Kedvenc időtöltése ezeknek a víziteheneknek, mondjuk így, nos, a henyélés a sziklás partakon. Amikor Rey az ősi, legelső Jedi templomhoz utazott, hogy Luke Skywalker az utolsó Jedi mester tanítványa legyen, akkor ott egy első ránézésre bizarr, de érdekes jelenetben találkozhattunk ezekkel a lényekkel. Luke már a Tatooine sivatagos világában is imádta a tejet, igaz, akkor még kéket ivott. A körülmények és a kor elteltével azonban már a banta nőstények teje helyett beéri a zöld Tala Sirének tejével is. Ezt az állat tőgyeiből fejte le, és mindenféle feldolgozás nélkül elfogyasztotta. Fontos volt a tápanyagbevitel biztosan, főleg egy olyan félreeső bolygón. Ezért pedig a források szerint nem csak Luke Skywalker fejte ezeket az állatokat, hanem a szintén az Actu világában őshonos, gondnokokként megismert Lanai faj tagjai is fogyasztották előszeretettel. A nőstényeket egyébként tengeri kocáknak is hívták, és a felépítésükből, azaz ugye főként a száj vagy ormány, mindegy is igazából, nos, annak a formájából arra lehet következtetni, hogy növényevő faj lehetett, ami feltehetőleg a víz alatti hínárok és egyéb szerves anyagok elfogyasztásával tudott gyarapodni. Bőrük színe alapvetően szürke, de a hasi rész és a hajlatok környéke enyhén rózsaszínes árnyalatot vett fel. A teremtmény magassága 5-6 méter körüli, bár arról nem tudni, hogy ezek a képernyőn látott példányok mennyi idősek, sőt sajnos jelenleg még a faj átlag életkora sem ismert. Érdekesség, hogy a filmben megformázott animatronic báb, mely ugye teljes méretű, tehát 5-6 méter közötti volt, nos, ebben két ember is dolgozott a forgatás idején, tehát a báb belsejében. Egy a nyak környékén helyezkedett el és a kezeket meg a vállakat irányította, a másik pedig a hastájékon működtette a lábakat és az egyéb mechanikákat. A báb tényleg hatalmas lehetett, mert helikopterrel szállították a helyszínre és a partment ciklákból is ki kellett faragniuk, hogy a rögzítéseket létrehozzák. A film alatt még további két ilyen élőlény is jelen volt a háttérben, bár ezek már tényleg csak szimpla bábokként szerepeltek. Nos, kedves rajongók, ennyi lett volna, amit ma el tudtam nektek hozni Luke zöld tejet termelő tehén disznó szirén jószágáról, azaz a Tala Sirénről. Érdekes, de miért szirén? Mert külsőre nem olyan, az biztos. Talán ezek is énekelnek vagy dalolnak a partok mentén. Nos, erről a részletről még nem találtam semmit sajnos. De, mint a videó elején is említettem, számomra egy külön mosoly volt ez a jelenet a kék banta tej után, és valójában tetszett is ez a kis apró részlet. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és ne aggódjatok, nem felejtettem el a szavazást sem, melyet a teremtmények sorozat előző részében indítottam, amikor a leviatánokról beszéltünk. Ám, most ezt fogjátok fel úgy, mint egy kis grátis rész. Neked mi a véleményed erről a lényről? Illetve mit gondolsz erről a robotikus báb technológiáról? Ha engem kérdeztek, szerintem, mint technika, nagyon profi és tetszetős a cucc. Bár igaz, hogy például én személy szerint Yoda megjelenítéséhez nem ezt a technológiát alkalmaztam volna, de mondjuk úgy, hogy az is elment. Nos, várom a véleményeiteket a kommentek közt. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Köszönöm, hogy megtekintetted a videót. Amennyiben elnyert a tetszésed, akkor kérlek, nyomj egy lájkot. Ha már fel vagy iratkozva, akkor köszönöm szépen, hogy csatlakoztál az Akadémiához. Ha pedig még nem lennél tag esetleg, akkor iratkozz fel a naponta érkező Star Wars témájú tartalmakért. Ha pedig támogatnád a csatorna működését, akkor erre is van lehetőséged egy hozzászólással vagy egy megosztással. Valamint, akinek van kedve és lehetősége, az a Patreon rendszerén keresztül is segítheti a csatorna fejlődését. Nos, köszönöm szépen a figyelmeteket, ne feledjétek, hogy holnap ismét találkozunk. Addig is, mint mindig, az erő legyen veletek!